Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A magyar sajtót megelőzve a múlt héten Palkovics László lemondásáról először a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület adott hírt a közösségi oldalán. Azóta az is kiderült, hogy Vitézi Dávid közlekedésért felelős államtitkár is távozott a posztjáról. Dorner Lajost, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökét arra kértük, hogy értékelje a fejleményeket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Várható volt ez a lemondási hullám ön szerint? Nem csak bennünket ért váratlanul, hanem ahogy az látható, a kormányzatot is váratlanul érte a miniszter úrnak a lemondása, ami energetikai oldalon történt változásoknak, illetve egyetnemértéseknek a következménye. Mi nyilván a közlekedési irányból kaptuk a jelzéseket, hogy itt lemondás történt, és változás várható sok mindenben, de mondhatjuk a derültékből villámcsapás kategóriába tartozott. Milyen változásokról van szó? Ami azóta most már bejelentésként is megtörtént, az az, hogy a Palkovics úr által vezetett minisztérium az ebben a formában megszűnik. Lesz egy külön energetikáért és környezetvédelemért felelős minisztérium, a többi területet pedig szétdobták a kormány többi tagja között, így a bennünket érintő közlekedési terület az Lázár János építési és beruházási minisztériumához fog kerülni december 1-i hatállyal. Na, mi várható ettől? Jó kérdés, mert a Lázár úr kommunikációja az ugye elég sajátos módon szokott megnyilvánulni, és ebben a témakörben egy Széchenyi idézeten túl mást nem kaptunk még tőle. Úgyhogy az látszik, hogy elkezdte keresni az embereket a különböző posztokra, és most ez a casting zajlik, és ezért is van szükség némi átmeneti időre, amíg az új szervezetet valahogy felállítják. Az várható, hogy további személycserék fognak bekövetkezni, nem csak az állami szinten, de a különböző közlekedési vállalatok, tehát MÁV, Volán és hasonló szervezetek élén és vezetői garnitúrájában is. Hogy ez milyen mélységig és meddig fog lenyúlni, ezt nem tudjuk, de várhatóan már a napokban igen sokan fognak távozni. Erről is van, hát kvázi nem tudom, nem hivatalos, de információjuk ezek szerint? Igen, van, de már a sajtó egy része is szellőzteti ezeket. Igazából ismerve a személyes viszonyokat a különböző szereplők között, ebben így most már semmi meglepő nincs. Hogyan látja ez az egész, hát kvázi nem tudom, ez most átalakulás, hogyan hat majd a gazai közlekedésre? Nehéz ezt megmondani. Itt nagyon sok minden attól függ, hogy lesznek-e uniós források a különböző fejlesztési projektekre, vagy nem lesznek. A másik oldalon pedig a közszolgáltatások megrendelésére jut-e elegendő forrás, vagy nem jut. Ez a kettő, mindegyik kettő alapvetően anyagi természetű kiindulás. Ha lesznek megfelelő források, akkor hát ha nem is ugyanolyan formában, mint eddig, de azért működhetnek a dolgok. Ha viszont nem lesznek források, akkor nagyon csúnya visszavágások és leépítések jöhetnek. A mai napon például Székesfehérvár város közgyűlése fog arról dönteni, hogy tönkre teszi a saját autóbuszhálózatát. A városok eddig semmilyen segítséget nem kaptak a kormánytól ahhoz, hogy fent tudják tartani a maguk által működtetett helyi közösségi közlekedést. Mit jelent ez a székesfehérvári ügy?
Lesznek olyan járatok, amik már csak 2 óránként fognak közlekedni. Egy városban nyilván mindenki beláthatja, hogy ennek így semmi értelme. Tehát ki az, aki 2 órát várna egy buszra, így nem lehet létezni. Hasonló agyonvágást követett el nemrég Sopron városa. Debrecen olyan lépések meghozatalára kényszerült, hogy január 1-től leállítják a trolibusz hálózatot, sőt hétvégén a villamost is, és helyette pótlóbusz lesz. Ezek olyan mélységű financiális zavart jeleznek, ami egyértelműen központi állami beavatkozást igényelne. Ha ezt nem tesszük meg, azért a mobilitási igényeknek a döntő többsége az a nagyvárosok és környezetében történik. Ha ez csorbát szenved, akkor erősen kérdőjelessé válik, hogy hogyan fognak tudni eljutni a diákok az iskolába. Ugye most a home office jellegű oktatást azt nem engedi a kormány. Ugyanígy a dolgozók között is visszaépült már a nagyjából az utasforgalom. A COVID előtti számok most már kezdtek jelentkezni a MÁV-nál, a Volánnál és a helyi közlekedési társaságoknál is. Az ilyen mértékű kiritkítások ugyanígy a munkába járást is veszélyeztetik, és ez innentől kezdve ez a gazdaság egészére nézve egy rendkívül veszélyes tendencia. Nehezen tudom ezt plasztikusabban magyarázni, tehát ha ez körülbelül olyan, hogy próbáljuk elzárni a vízcsapot, azért is hozom ezt a példát, a közösségi közlekedés ugyanolyan közüzem, mint a víz, gáz, villany, stb. Ha egy bizonyos szint alá zárjuk el a csapot, akkor nem fog folyni a víz. És most sajnos nagyon ilyen jelek jönnek nagyon sok városból, úgyhogy a Lázár úrhoz, ha lehet, az első és legfontosabb kérésünk az, hogy avatkozzon be, és a helyi közösségi közlekedési rendszereknek a teljes szétesését azt segítsen megakadályozni. Mert különben ez a magyar, teljes magyar gazdaságra nézve egy nagyon súlyos következményekkel járó folyamat indul be. Nagyon röviden, hogyan látja, hogy egyébként a lemondásoknak, illetve ezeknek a személycseréknek, amit ön is mondott, hogy várhatók, az oka az, hogy kvázi elhagyják a süllyedőhajót, mert hogy akkora a gond anyagilag, vagy pont az, hogy személycserék kellenek ahhoz, hogy gazdaságosabban üzemeltessék ezeket a közlekedési területeket? Jól hangzana az utóbbi, de alapvetően személyi jellegű ellentétek kifejeződéséről van szó. Tehát, hogy kinek az embere, vagy kinek az embere volt, és ki kivel hajlandó dolgozni, vagy nem hajlandó együtt dolgozni, és ezeknek a mentén történnek meg a cserék, ahogy az egyébként mondjuk egy kormányváltáskor szokott történni, vagy egy önkormányzati választás után, amikor egy másik oldalnak a képviselője nyer, mint az addigi, és akkor mindenkit lecserélnek. Ez egy ilyen műfaj. Tehát az új vezető hozza a saját embereit, és a régebbieknek, akik nem hozzá kötődnek, azoknak meg távozniuk kell. Tehát ez egy ilyen típus. Ha innen tekintjük, ez egy standard államigazgatási folyamat, igazából nincsen benne semmi meglepő. Dornár Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke. Köszönöm. Nagyon szívesen.